Sziasztok! Tudtátok, hogy van egy easter egg a legutóbbi Snapchatban? Hogy hogyan lehet csabos... Sziasztok! Tudtátok, hogy a legutóbbi Snapchatban van egy olyan easter egg, amivel... Sziasztok! Sziasztok! Tudtátok, hogy a legutóbbi Snapchatban van egy olyan easter egg, amivel saját fejet... Sziasztok! Sziasztok! Tudtátok, hogy a legutóbbi Snapchatban van egy olyan easter egg, amivel nagyon egyszerűen lehet, vagy nagyon gyorsan lehet. Sziasztok! Nem hiszem, hogy... Na még egyszer. Sziasztok! Tudtátok, hogy a legutóbbi easter eggben van egy olyan... Sose fogom felvenni ezt a videót. Sziasztok! Tudtátok, hogy a legutóbbi Snapchatban van egy olyan easter egg, amivel... Ezek meg mit csinálnak? Az igen. Szóval van egy olyan easter egg, amivel... Ez tök beteg, mi? Ez értelmezhetetlen ez a jelenet. Ja, hogy a Killer Bunny ölni akar. Vagy Rabbit. Hát az igen. Sziasztok, egy perces pályák, 9. rész, te jó ég, 9. rész, nagyon durva. Tehát én ezt eredetileg egy videónak terveztem, hogy haha, egy perces pályák, néhányan küldtök pályákat, nevetünk rajtuk, meg sírunk, megnézzük, hogy mit lehet kihozni a műfajból, tehát olyan érdekesség, de nem, hogy ilyen, hát, hogy ennyi. Most 9. rész, és még a következő 3 részre legalább megvannak már a pályák, és amikor ezt fölveszem, még csak az 5. rész van fönt, tehát mire ezt látjátok, addigra valószínűleg még nem tudom hány részre meglesznek a pályák. Örülök neki, hogy ennyire népszerű lett ez a dolog, és kedvet kaptatok, és alkottok, ez jó, de hát sok. Darálóval is jól le vagyok maradva. De nem baj. Van anyag, és akkor Jobb, mint hogyha én várnék, inkább várjatok ti, tessék. Az első pályát... Szóval, Gacsoka Hun készítette. És az a címe, hogy... Igen, most azon gondolkodom. Nincs idő, megvan. Pedig nem olyan nehéz megjegyezni ezt a két nevet indítás előtt, de néha sikerül. Vagy nem sikerül. Start. Kreatív, jaj, ne, légy szíves, ne! Ne olvasd meg, kevés az időt, fordulj meg, szia, szabályok, szokásos, siess! Ez a nevem, hogy sajtos kenyér. Gacsoka Hun Ocska. Mondtam, hogy kevés az idő, ne olvasd el már folyton. Hát akkor ne írjál, ne nevessél. Oké, poém. Ha ez a map nem kerül be a sorozatba, akkor megerőszak. Jaj, csak ne legyen megerőszak. Ez most komoly? Ez most... Komoly? Ezen végig lehet menni egy perc alatt? Még szerencsé, hogy kreatívot adott. Köszi, hogy kivitted az egy perces mapomat. Hát szívesen ki is vinném. Ki a kukába. Nem, viccettem. És most fog lejárni. Végül is benne volt. Tehát így, hogy kreatívot adott, nagyon jó ötlet volt, így végig lehet vinni egy perc alatt. Poénok voltak az elején, maga a játékmenet, hát menj egyenesen. Jézus. Ez egy kicsit túlzás volt. A következő pályát... Igen, már is elolvasom. Gergó... Így írtam. Gergó 309. 0009, na. 0009. Jól mondtam? Még egyszer. Gergó 0009 készítette. Ilyen nevet? Jó. És a címe? Keresd a gombot. Nemrég volt a darálóban. Nemrég, mire ez a rész föl lesz? Rég volt a darálóban egy ilyen nevű pálya, vagy című pálya. Indulás. Hello, Csabosa, fordulj meg. Megfordultam. Szabályok, békésbe játsz. Remélem be van állítva. Ne törj blokkot. Ja, és hogy siess. Nincsen történet, siess, feladat, keresd a gombot, sok sikert, nyomd meg kezdésed. De ez piros gomb! Na mindegy, nem az a pálya.
Belerakott a blokkba. Én nem tudok mit csinálni, megvárom, hogy meghalok. Még dallamos is. Fél perc. Nem tudom mi van. Nem tudom, hol kéne lennem. Ide rak bele a falba, körül biztos van valami. De nem látok semmit. Hát jó. Gondolom elírta a koordinátát és nem tesztelte a pályát. Azt tudom csinálni. Hú, de rendes vagyok, hogy nem izé lépek ki mindjárt, mert nem működik. Na hát. Ja. Igen. Hogy itt körülnézek a környéken. Hát most belenézhetek a command blokkba, de úgyis egy rossz koordinátát fogok csak látni. És nem látok semmit. Jó, hát ez így rossz kezdésnek. Vagy a folytatásnak, ez a második pálya volt. Jó. Hát gondolom, ha elküldöd még egyszer kijavítva, akkor megtudjuk, hogy mi lett volna. A következő pályát, hát nem írta, úgyhogy Máté készítette, és az a cím, hogy Ultra Csiga. De hát, ha írja majd a pályán a nevét. Indulás. Az nyom meg. Feladat, csak szépen lassan ugrálj el. A végéig békés mód, ne csaj, légy gyors, tipp, keresd meg a bónuszokat, történet. Minek? Jó, csak időhúzás így, poén, de csak időhúzás. Nyomjuk meg. Ajajaj. Szóval te nyomólap, de... Fussál. Ja, nem tudsz. Amúgy azt mondtam, hogy vannak csapdák, nem? Hey, ez mi? Ja, most rossz irányba megyek. Ha itt megyek a szélen, akkor nem esek be. És már még nem, még van egy kis idő. Hát ilyen lassúsággal ez itt túl hosszú. Most járt le. Bónusz egy. Azt mondta, bónusz gyűjtsek. Ez mi a franc? Ja, életet kaptam. De durva. Ekkora számot még nem adtam életnek. De keményen néz ki. Mondjuk már inkább zavaró. Most teleportáltam? Nagyon rossz ez a lassítása. A szívek is csak takarnak. Ez nagyon beteg. Poén az a pálya, csak nem fér be az egy percbe. Unod már? Hogy most már ugrálni se lehessen. De akkor is. Így még gyorsabb is. Jó. Bónusz 2. Mágikus. Balta másolata. Kakaó. Fehér kakaó. Fúj. Na milyen volt csigának lenni? A pályát készítette. Itt van Matuka 5000. A ládában van egy kis kakaó. Jó, egyébként voltak benne poénok. Ráugrottam a ládára? Azt hiszem az előbb rajta voltam. De rossz ezzel a lassítással. Szóval voltak benne poénok, de nem fér bele az egy percbe. Egy élet, mire fölgyógyulom ezt a sok HP-t. A következő pályát... The ST... Hát... Ezt inkább kiírom, nem tudom, hogyan mondjam, The ST készítette, és ez a cím, hogy a nagyszok, és azt írta, hogy ez egy darálóba küldött pályához kapcsolódik, ez izgalmasan hangzik, ez a demos is tetszik, jó ötlet, kis reklám magatoknak, ötletes. Na, indulás, ízbe vagyok, ott van valami, hát arra néztem, hogy arra indulok, beszélgetés, odaadod azt a botot?
Levetkőztettem a gyereket. Oké. És kracéba vagyok. Zia, ne kérdezz, mert érted, jönnek a benszülöttek, hogy megegyenek. Találd meg a kiutat. De az a bot, az kell nekem. A botot add ide. Ne, a fejedet, a botot. Atomüver tápsétapát, ha tudtam. Atomüver tápsétapázat. Benszülöttek. Benszülöttek. De atomüber tápsétapáccával nem kell félnem. Na mindegy, menjünk a pályán. Nyom már meg. Semmis itt nem félsz, hogy keres másik kiutat a vízbe. Hát ennyi oda, simán megesznek. Hopp, ott van. Ne olvasd, csak fuss! Akkor ne írd ki. Ja, kreatív vagyok, de hülye vagyok. Mit mondtam, fuss? Lép rá. Megint itt a kisgyerek. Most nem fogom levetkőztetni. Gratulálok, látom, neked is sikerült megszökned amúgy. Ha emlékszel, tegnap este észrevettek minket, ezért hoztak ide. Gratulálok, kivetted az egyperces pályámat, remélem tetszett. Nagyjából ki lehet vinni egy perc alatt, nem néztem, hol tartottam. Ez csak egy előzetes a pályában, amit készítettem, DST. Érdekesen hangzik. Én biztos a társam lesz. Ja, kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a teljes pálya. A mai utolsó pályát Kepeke készítette, és az a címe, hogy Szivas 16 demo. Nagyon kíváncsi vagyok tényleg, hogy szerintem milyen lenne a Szivas 16, hogy méltó folytatása a sorozatnak. Akkor indítsunk. Első gomb. Hát ez így nem teljesen jó. Az első pályán ugye az első gomb, és onnantól kezdve megyünk tovább. De lássuk. Üdv a Szivas 16-om. Ránéztél a Szivas 6-ra, és álmodban belekerültél a pályába. Szabályok ugyanaz, mint minden Szivas pályán. Plusz követ a Szivashoz, pampolytot tehetsz, játsz békésen. Hogyha nem tudod egy perc alatt végigvinni, te vagy a béna. Köszi. Negyedik gomb. Szia, én vagyok a negyedik gombára, senkit nem érdekel, csak fuss. Ez piros. De megnézem, hogy mit csinált. Mondom, kinyír. Jó. Ja, igen. Három. Zárójelben második gomb. Két-hármas gomb van. Nem kapsz kekszet, se egy pénzletetési linket. Oké. Okay. Ó, hogy parélt rakott felé. Na. Hatodik gomb. Szeretném ugrálni egy kicsit. És mi, ha tovább megyek? Vagy ott is lett volna barrier? Vagy itt volt barrier az estem? Ó, közben lejárt. Hát igen, kicsit hosszabb lett. És én vagyok a béna. Hetedik gomb. Gonosz gomb. Bocs, de ott nem volt barrier. Aha, gondolom volt. Jaj, de kicsőg. Biztos volt ott is. Most szedte le. Nem, még mindig ott van. És itt is végül erről. Hát ilyen szemét. Ó, nyolcadik gonosz gomb. Oké. Bocs, de ez csak egy demo. Minden esetre kösz, hogy kijátszottad egy perces pályámat. Élvez a bezártságot, muhaha. Jó, volt benne egyébként jó ötlet, de... Meg nem is. És is. Ja, egész jó volt. Na, és közben véletlenül leállítottam. De nem kiemelkedő, azt hiszem, azt akartam mondani. Jó, az eddigiek közül mi is volt. Mindig bemondom, megint voltak jó ötletek, de olyan, ami kiemelkedő... Hát nem is tudom. Nem volt most olyan kiemelkedő szerintem. De mindegyikben volt valami jó, valami tetszett mindegyikben. Pluszpont azoknak, amiket lehet teljesíteni egy perc alatt. A kézikönyv olyan.